Na, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt is vagyok én is. Na, egy újabb Half-Life 2 moddal fogunk játszani, aminek az a neve, hogy Quest for the Epic Pizza, azaz az epikus pizza keresése. Gondolom ebből a háttérben rájöttetek, hogy a mod készítője teljesen ugyanaz a személyes ember, és ez még nem minden, az előző játéknak, amit tegnap töltöttem fel, annak a folytatása. Na, nézzük is meg, de nagyon gyorsan csak csináljunk egy beállítást, ezt normálra tesszük. Gyorsan egy beállítást. Kicsit lentebb veszem, mert lehet, hogy hangos lesz. Szerintem jók is leszünk. És igazából ennyi, új játék. Egyetlen egy fejezet van, ami a pizza utazást jelenti, vagy pizza kaland, vagy pizza út. Na, ugye a tegnapi sztorira emlékeztek, hogy ugye megszöktünk a börtönből, felszabadítottuk a gázmaszkos polgárokat, és most van új állásom, meleg szobám, meleg ágyam, hey, egyszer csak. Get out of your cell. Just follow me. The boss wants to talk with you. Ott tartottam, hogy új munkám is van, és ez itt az új munkám. És egyszer csak jön egyik gázmaszkos, felszabadított gázmaszkos, hogy a főnök látni akar, beszélni akar velem. Na, lássuk, hey, mit akar. Boss. I got him here. Hey, főnök, idehoztam. Jó napot, főnök, mi a bánata, kérem? Okay, look, I want a pizza, but not just any ordinary pizza, an epic pizza. It's hidden in the top of the mountain. You must bring it to me. Now put on your suit. Okay, szóval a főnök szeretne enni egy pizzát, de nem egy átlagos pizzát, amit meg lehet rendelni, ugyan már. Most figyeljetek, neki az epikus pizza kell, ami a hegyben van elrejtve. Valahol neki el kell hoznunk, és ezért ad védőruhát, mert hát biztos, hogy nagyon veszélyes környezetre kell mennünk. És hát igen, itt a teleport, vagy nem tudom, lift, teleport, mindegy. És hát igen, ez is egy what the fuck mod, és az előzőnek a folytatása lényegében. És én már megint viszketek sapkán keresztül. Na, de itten vagyok, van zseblámpa. Jaj, megijedtem. Mi ez a zene? Úristen, mi ez a futás te nálad? Mint aki beszart volna, úgy fut. Megtámad olyan? Ja nem, velem van. Ja, oszt a követ, jobb alsó sarokba látom. Oké. Okay. Hát akkor sprinteljünk el a TV-ból, ez, vagy nem tudom. Az a baj, hogy sötét is van, nem is látok. Mindegy, itt vagyunk. What? És összeesett, és azt mondja, szép munka. Oké. Okay. Jó, kezdődik. Na. Egyébként tettem említést arról, hogy meddig vittem el a modot, mert ezt vittem egy darabig, de nem vittem végig. Na. Gyerünk már. Igazából eddig vittem el. Nem tudom, itt öltem a zombikat, és nem tudom, hogy itt most a végtelenség jönnek, hogy le kell lőni mindenkit. Mi ez a shotgun, uramisten? Hát támadnak rám ezerre, szóval nem nagyon tudok itt most bemutatókat tartani, tűnj már ne. Ja, szóval ölnem kell őket. Mérgez zombik is vannak. Tárazd már, te meg. Mi ez a shotgun amúgy? Szóval, amint látjátok, ez is egy teljesen what the fuck mód, teljesen esztelen az egész. Annyi sztoria van, hogy az előzőnek a folytatása, amit tegnap mutattam be. Ezért is választottam ezt. Na. Amúgy sem vittem végig, mondom, eddig vittem el. Megöltem néhány zombit, és meguntam. Aztán, nem tudom, azt hiszem, egy évig nem került elő a játék, szóval valahogy így, és állandóan sallert kapok. Lőszerem is fogytán? Ja, nem. Na, gyerünk már. Vannak, az a baj. Na, tárazzunk. Mi ez a sati amúgy? Mindjárt megnézzük. Nem pusztulsz már, ne? Na, ezeket beledobálták az összeset a hátukra. És két sati nem elég a fejébe. Nem. Na, vegyünk lőszert. Lemonade. Lemonade, oh sweet lemonade. Akkor ez egy limonád és shotgun akar lenni? Ha nem tudom. Pusztuljatok. Na. Hát, megöltük az összeset, gondolom, vagy még van. Nézzünk szét. Ott van egy. Mhm.
Oké. Okay. A zene még mindig nem hallgatott el. De, elhallgatott, jó. Ja, itt nem lőttem le mindenkit, és akkor, ja, hát innen van az, hogy nem tudom, hogy mi van. Na. Ja, onnan ott voltam, oké. Okay. Ez így érdekes lesz. Ez nagyon érdekes lesz így. Na, lássuk. Az ugye megvan nektek, hogy mi mindig a pizzát keresem. Tehát, tiszta őrület. Tehát, ennyit menjek egy pizzáért? Hát, az fizetésemre is fogok kérni a főnöktől, az egyszer biztos. Miért viszketek amúgy? Valaki elárulna? Mindjárt bekerem magam hintőporral a gecibe. Nem repked el! Mondom, nem repked el! Mi vagy te valami madár? Öld meg a bosst, hogy elérd a következő pályát. Hát, jó, megöltem. Good job, ja, ja, ja. Ott van egy volt. Na, és ez mi? Zseblámpa van? Csak fegyver nincs. Wow! De mit álltál ott a lócán, elmagyaráznád? Úgyhogy nem tudom, hogy így konkrétan mi ez a mód, és azt gondolom, hogy mindig megvan, hogy mi mindig a pizzát keressük. Tehát ennyi veszélyedés egy pizzáért, hát már most rám támadtak egy csomóan, tehát... Nem tudom, beadom a felmondási pert. Gondolom, meg kell várni téged, na, gyere már. Úgyhogy ja, amit látjátok a modell által, ez teljesen ugyanaz a személy készítette, tiszta vaddafak az egész, hibás textúrák, minden merre, szóval... Igen. De remélem szórakoztató egyébként. Gondolom, itt nem kéne leesni. Neked pedig nincsen szemüveged, vagy üvegszemed, vagy szemüveged. Ez a lépés hangom úgy. Itt már nem kell megvárni. Ennek sok értelme volt, senkit nem lehetett megtámadni. Mi ez? Lapváros. Mindenki üdvözölve van, és így te is. Jejeje. Lapváros. Oké, na nézzünk be, mi a helyzet Lapvárosban. Itt látok néhány hobót. Hello, fiúk. Na, milyen volt a fradi meccs? A Juventus győzött. Na, bazd meg, és meg felgyújtom magam. Ezzel meg nem tudom, hogy mi lett, összeállítom magát, vagy nem tudom, a sok leves. Hey! És te? Szálljak be a buszba? Oké, hogy kell. Ja, jó. Ez megvan, hogy folyamatosan teleportálok mindenféle what the fuck helyre. Na mindegy, megjöttünk a busszal, és... Mit csináljak? Hogy kell ide bejutni? Ez még mindig Lapváros? Hello! Illáj. Csakalom. Jó, nézzünk szét Lapvárosba. További hobók, a túloldalt. Na, ezt a spajszerem, de jó. Törjem át a kerítést, megcsináltam. Mi ez? Különféle kis apró, kezdetleges gifek. Loot szobor, és mi ez a sok? Judith Mushman. Springfield. Wow. Na ez a fegyver mi? Crappy Half-Life Alpha Port. Érdekes. Az igen, egy golyóból öl. És azt vágjátok, hogy 1337 golyó megy a tárba. Az igen, ez komolyabb, mint a Brel puska az előzőből. És ez mi a rosszabb? Polgár gránát. Próbálj! Au, ilyen hangot ad ki egyébként. Szúrva jó, mindenki egy lövésből megdöglik. Olyan érke? Nem. Akkor... Nem. Lehet, hogy megint lemonádi shotgunt. Amit már el is lőttem. Nem tudom, merre kell menni egyébként. Innen kezdtem, nem? Na! Majd leestem. Hova kell menni? Aki magyarázza már. Ide bazd meg, hát az előbb is nyomtam. Gondolom meg kellett tölni mindenkit, nem tudom. Szúúú, kurva gyilkos az a fegyver, geci. Az igen, ennyi. Hát kempelnek a tetőn, nézd meg. Ah, nem kell. Nagyon lőnek, az a baj. Hát sokáig nem kezd a fegyvert újra tölteni legalább. Na, azt bánom, egy kicsit pontatlan. De nagyon gyilkos.
cucc kombó, ott is van egy hello. Hova mész? Jééé, leestem. Na hát eddig jutottunk el, egyetlen egy fejezet, és jó hosszú, hogy látom. Na ez mi? Mentsek meg valamilyen, nem tudom, nem tudtam végig olvasni, túl gyors volt. Az igen. Na, ezek így falfele vannak. Ezt legalább húljanak, mint a legyek, az a lényeg. Tározni sem kell. Az igen! Yeah, baby! Hát így kell ezt. Ja, egyszerűen azért adtam volna ezt a stickert a Gas Mask Citizenbe. Na, de ne válts már. És mindig 1100 golyó van benne. Hihetetlen. Ennyi. Ennyi. És ez? Illuminati. Nagy. És megszólal az orosz himnusz, bazd meg. Nagyon gyönyörű. Értelme? Semmi. Hello. Nem lehet megszólítani, oké. Okay. Na ez meg mi a rosszabb? A revolver. Nézzük meg milyen. Vagyis egy ellenfel. Otthon is. Azt halljátok amúgy, hogy hogy lövök vele? Figyeljetek! Oops, you have to put the CD in your computer. Ez pedig a régi Mario hang, amikor figyelmeztet, hogy tedd vissza a CD-t, különben nem tudsz játszani a Mario-val, de komoly. Ja. Ollók, kalambok. Oops, you have to put the CD in your computer. Egyébként várjatok, mert fejhallgatót cserélek, vagyis fülest. Nagyon jó. Hiába jöttök, én vagyok az erős. Azt meg nem lehet megölni. És nem tudom, mit veszít itt ebbe az orosz egyenruhába. Orosz második világháborús egyenruhába. Semmi értelme. Most ahogy látom, megtámadjuk a McDonald's-et, mert túlságosan magasak az árak. Jó, kértem két decis kólát. Oké. Okay. Jó, kértem két decis kólát, az mégis egy ezresbe került, és ez nagyon sokáig, ezért meg kell támadni a McDonald's-et. Az igen. Nem tudom, milyen fegyver volt, ez nem tudtam bemutatni. Itt van már megint G-Man. Oké. Okay. Nem tudom, mit akar. És rám robban G-Man. Nagyon jó. Na ez mi? Hosszú buzogány. Azt hittem, hogy ez adik ilyen éneklős hangot, az közben nem is. Na és ez mi? Használhatatlan pisztoly, na milyen? De akkor ciffet töltök bele. Ó, ennyi volt a map. Jaj, már megint ilyen ditrános szarság. Oké. Hallok valamit. Jaj, nem szeretem az ilyen zenéket. Hello Kleinerek, ti mi az Isten csináltak amúgy? ModDB. Igen, innen származik egyébként a mod. A linket azt megtekintetitek a leírásban, és utálom ezt a zenét. Nem szeretem az ilyen zenéket. Scriptelt szekvens. Na, faszra legalább nagyobbat tudok ugrani. Na jó, miért szomorkodtak? Mi történt? Nincs több pite? Jó. Igen, és második világháborús orosz katonákon ugrálok. Hát, amiről le is esek. Nagyszerű. Na, tudok végre mozogni? Kurva jó. Nem akarok leesni, gyerünk már. És az még megvan, tudom, hogy ismétlem magam, de az még megvan, hogy mindig a pizzáért megyek egyébként a főnöknek. Hát rohadjon meg, ezért... Nem egy fizetésemelés, de legalább 90 napos szabadságot fogok kérni, hogy elfelejtsem ezt a sok borzalmat, mert nagyon borzalmas dolgokat éltem itt át. Tehát én katonákon ugrálok, meg verekszem ilyen cillitbenges fegyverekkel, meg hülye buzogányokkal, és mindjárt leesek már megint, akkor meg is haltam kétszer, tehát... De nem már! Kiesett alólam, vagy mi az Isten?
Na jó, nem ugrálok rajtuk. Egyessével is már itt leesek, bazd meg! Oké. Megnyugvás. Megnyugvás szüli a mestert. Na, még egy menet. Úgyhogy igen, azon hatája nagyon hosszú szabadságot fog kérni, hogy elfelejtsem ezt a sok szarszágot. Igen, szeretjük ezt ezeket az esszeket. Jó, van scriptelt ruha. Na akkor most megpróbálom. Így. Meg 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 így. És meg így. Ennyi. Na hello. Mit se simízed magad, vagy? Ez mi a rosszabb? Az igen, a jó öreg régi játékok, ahol felülnézetből irányíthattad az űrgédet. Egyébként a C1.0 is ilyen volt. Felülnézetből lehetett így irányítani, lőni, ugyanúgy lehetett venni AK-t, stb. C4-et is így kellett leplantolni. Ugyanúgy volt Dead Ass 2, meg ilyenek. Azt gondolom meg kéne szólítani. Úristen, régi RPG. Nem lehet neki semmit sem mondani. De nem megy meg megfelelő irányba. Tehát D-t nyomok, ami a jobbra gomb, és akkor megyek erre. Oké. Sok értelme volt ennek. És megjöttünk a G-Man busszal, hogy tönkre tegyük a Facebookot, mert utáljuk a Facebookot, egyértelmű. Na. Ez micsoda? Destroyer 99999, és kukoricacsövet lövök ki. Úristen. De rossz. Menjetek már előlem! Hova kell most itt lőni? Ja. Semmi értelme nincsen, bazznek. Ez nevetséges. Oké. Minneapolis protest. Na hiába jöttök a fénybunkóba, nekünk van esélyünk. Ennyi. A sok fénybunkóból csomó armorom is lett. Ezt figyeljétek! Ott van a cif alatta. És azt is töltöm be. Összefossa magát, meg behányik, ahogy újra töltök. Jó van, nem buzulunk, na. Kaka város, vagy mi? Kaka állomás. Ami felrobbant. Egyértelmű. Hova kell itt menni most? Na, eljöttem a kaka állomásra, igen. Oké. Okay. Hát ez mi? Trigger. Oké. Okay. Oké, okay. Hát gondolom. Vajon itt be lehet menni? Mit kell most csinálni? Oké. Okay. Nevetséges. És te miért vagy most fejjel lefelé? Megmagyarázod? Jaj, ne! Nem készültem fel erre a sok LSD-s cuckombóra, gyerekek. Ez már túlságosan LSD-s. Az meg jó, hogy szét nem esik a monitorom. Most oda ugorjak le? Látok ott egy csomó embert amúgy. Nem tudom, mi van ott. Na jó, van, túlélem vajon? Jó, van. Gyertek, Dr. Brinnek, itt vagyok. Na, de ne! Bazd meg, magam alá dobtam a gránátot, nem? Na jó, nem tudtok megütni? Sok Dr. Brin. Gyertek, hát itt vagyok. Itt vagyok, leveszlek titeket mellkassal. Mellkassal leveszlek titeket. Na jó. Ennyi. Így kell ezt. Jobban ütöm őket, mint bányász a csákányt. Bányász a csákányával a követ. Itt is akartam lenni, csak nem sikerült. Na, mi van? Itt a kukorica vett ön, bazd meg. Ami szintén LSD-s, hát ez kész amúgy. Ez kitalálta, bazd meg, na mindegy, gránattal. Na, yeah. Meghaltak úgyis. Jó sok van még. Hát még ott a távolba, gec. Ha még ebben a kukorica vett ön, van? Hát. El is süssük. Még sem jöttök ide. Na, még mindig van egy leket. Volt, csak volt. Gyertek! Na, mi van?
Ennyi? Kiküldtetek értetem? Kiküldtetek értem? 300 tucat embert, és senki nem tud megütni? Ennyi, hát leveszek mindenkit melkossal. Baszki, mi van? Ja, ja, még LSD-s helyen is meg tudom keresni a pizzát. Hoppá, kaptam egy sallert. Hú, na, 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 na. Hát, nagyon szórakoztató mód. Az egész LSD-s Breeneket verek. Menj már, mindjárt meghalok. Menj már. Hello, nem tűnt csak innen. Na, gyorsan szedjünk armornak valót. Nagyon király. Ennyi. Jó, ennyi volt. Ennyi volt. Tovább. Na, van egy pajszerem, ez már jó, csak nem tudok mozogni egyébként. Na mi jó? Mi lesz? Nem tetszettem neki szerintem, vagy nem tudom. Ez nagyon lekezelő volt. Na mindegy, majd eldő, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Na, itt van a buzogány. A supply-t felveszem előbb. Halkan. Ne, nem ezt akartam. De jó, magamra robbantottam. A bunka vagy gyorsabb, ha nem kapnék be egy sallert. Elfelejtettem, nem tudok fegyvert váltani, még fel nem veszem a ruhát magamra. Aztán nem tudtam visszaváltani a bunkóra, azért robbantottam magamra. Magal van armorom. Ezek armoron keresztül ütnek meg. És egy csomó fény bunkaus legény. Kapom a sallert rendesen, ott is sok HP. Na gyertek. Ott elő lőnek, amúgy most vettem észre. Az Isten bassza meg! Nézzük, csak ide üt! A kurva nénike édet asztat. Na. Na, itt van a stukkerem, hát... Hol itt? Dick! Egy még volt a fődbe. És az mi? Mi ez a Tetris szimulátor amúgy? Oké. Na mindegy, menjünk gondolom, nem tudom. Nem az! Aj! Elfelejtettem, nincsen rajtam a ruha. De azt is minek kell elvenni a ruhát rólam? Ugye nem mutatja a zseblámpát, mennyi HP-n van, stb. Aj, ezek is tiszta lefárasztanak, bazen. Tetris szimulátor, úristen. 5 évesen volt egy ilyen Tetrisem, azt hiszem. Régi kis Gameboy-on. Ez a zene amúgy kibírhatatlan. Ezt gondolják. Ez a menő, de nem. Ez egy kibírhatatlan szám. Én nem tudom, merre kell ugrálni, csak itt ugrálok. Á, ez így egy ösvény, rendben. Oké. Jó, nem érdekel. Majdnem. Majdnem zuhanás volt. Hát gondolom a sárgára tudok csak. Innen meg a zöldre. Ó! Oh. Na ez mi? Nézzük csak. Oké, nagy büdös semmi. Ez a fickó megkaphatja a pizzát. Azt akarom a pizzát magamnak, ember. Ez gondolom egy választás. Hát, megkapjuk mi a pizzát, hát nem, hát basszus, legalább akkor hadd egyek már egy jót, ha már ennyi szaron keresztül mentem. Jó. Öld meg a hülye főnöködet. Isten mód bekapcsolva. Oké. Jó, hát akkor
felarmorozzuk magunkat, felvértezzük magunkat a kellő fegyverrel. Egyébként ez a 30 lövetű AR2-es. És ez így néz ki. Csak ez van nekem, ahogy látom. Nem tudom, merre kell menni egyébként. Hát tényleg merre kell itt menni amúgy? Ide be? Semmi nem történik. De jó van, fuck logic. Na, tűnjetek el. Megölöm a főnököt, úgyis, úgyis. Hello. Gránátot dobott az egyik. Na, nem áll. Rám robbant. De nem áll. Ne válts mánát, geci. Imádom. Yeah, baby. És megint elvált. Akkor kilettünk mindenkit. Na, nézzük, hogy itt mi a nagy helyzet. Nem lehet oda bemenni. És igen, megint ez az üveglövős marhaság van, ami gondolom előbb-utóbb összetörik, vagy lehet, hogy itt is addig tart, ameddig. Hát jó, sokáig gondolom. Na, mindig beleeresztem a shotigolót, mert az jobban sebez. Hát sajnálom, főnök, de a pizza az most az enyém lesz, nem tudok mit csinálni. Nagyon éhes vagyok, meg nagyon sok szarom mentem keresztül, úgyhogy megérdemlem azt a pizzát. Kíváncsi vagyok, hogy most akkor lesz pizza a végén, vagy nem. Szóval, ja, remélem, hogy eddig tetszik a mód, amit láttatok. Nem tudom. Sok hülye része volt igazából. De gyeresszük bele ezt az 1200 golyót. Ja, 1200 volt. Na, nézzük, mennyi kell bele, hogy elfeküdjön a marha répája. Igazából én csak lövök. Mondjuk annyi, hogy ez könnyebb. Tehát itt nem kell figyelni kombájnokra, robbanóhordókra, vagy olyan talajra, ami megrász téged. Szóval sokkal egyszerűbb így. Állnod kell azt lőni, hát fakulcsik megint. Na, szétpukkansz még ma, vagy mi lesz? Úgy, mire ezt a 700 golyót belelőm, basszus, ez tiszta őrület, geci, de komolyan. Gyerünk már valami. Itt vagyok. De én csak ott áll, nézz rám fele. Ja. Na, 500. Oké, mennyi kell még beléd? 450. Szerintem rámegy az összes lőszerem, nem tudom. Ja, már... Hoppá! Kellett bele kemény 900 golyó, basszus! És ordibál! Rohadt kurvák! Rohadt kurvák! Így ugyan! És ennyi volt! Írom, Isten, az életem bűl! Hát igen, ez volt a folytatása az előzőnek, ugye ez az epikus pizza keresése, és úgy látom, még én sem kaptam meg azt a pizzát, hát nem tudom. Mindenesetre remélem, hogy tetszett a mód, sok ökörség volt benne, sok jó pillanata szerintem. Aztán lényegében egy fuck logic mód, szóval sok mindent nem kell várni tőle. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, ha mégis akkor tudjátok mi a dolgotok, like, comment, feliratkozás. Aztán most én ezzel a chill zenével búcsúzom, sziasztok! Thank you.